Azt kérték tőlünk, hogy nézzük meg a többi kutyával, hogy hogyan viselkedik. Ugye ő egy menhelyes, mentett kutya, és azzal lennének kíváncsiak, hogy be lehet őt rakni esetleg a kutyafalkába, hogyan viselkedik a másik kutyákkal. Gyertek kifele! Gyertek kifele! Ugye épp a déli pihenőjét töltik a kutyák, nagyon nem akarnak mozogni. Gyere, Leókám! Itt a haverod, mutatkozzál be neki. Úgy. Lina, gyere ki, fáradj ki onnan a hűvösből. Gyere, apucim, gyere, anya, gyere, gyere. Lina, gyertek ki. Nem olyan akarnak kijönni a napra, pedig a D-vitamin az nagyon fontos ilyen időszakban. Hát nagyon semmi rendkívülit nem veszek észre itt a kutya viselkedésén. Én úgy látom, hogy ennek azt a kutyát össze lehet szoktatni más kutyákkal. Gyere, Cézárkám, gyere! Cézár! Cézár se jön. Lina! Gyertek már ide kicsit közelebb, jó? De hát meglátjuk, hogy a későbbiek folyamán, de hát nem mutat semmilyen extra dolgot. Hát ilyen, inkább ilyen labradort vélek benne fölfedezni, de hát egy keverék kutya. Na, itt megjött Cézárunk is. Ő egy ivaros kan kutya, azt hiszem. Ugye megnézem, ha vannak neki golyói, úgyhogy ivaros, nem mondtam hülyeséget. A többiek azok már ivartalanítva vannak. De hát vele is teljesen normálisan viselkedik. Inkább barátkozik. Mondjuk a falka most le van lassulva a meleg, nyári meleg miatt, meg már kijátszották magukat délelőtt. Most már ilyen délfele járhat az idő szerintem, belső órám szerint, de lehet, hogy 12:33. Gyere erre, apucim! Gyertek ki, gyere Mozart kifele, gyere ide, gyere! Úgy, kicsit dolgozzatok már ti is, aztán mehetek vissza az árnyékba pihenni. Tehát így a látottak alapján szerintem ezzel a kutyával nem lesz gond a másik kutyákkal való kapcsolattartás terén. Be is kapta ezért a darazsat? Ez igen? Hát ez egy darázsvadász. Nem mennék a helyébe. Gyere! Gyertek ide! Jó, tehát végül is ez a kutya teljesen jól viselkedik másik kutyákkal. Szerintem nem lesz gond, hogyha más kutyák társaságába próbálják őt tartani. Úgyhogy ebből a szempontból ez problémamentesnek mondható.